Van középen egy ajánló bal oldalt, honnan hogy a termékek. Stúdió felszereléseket hirdet honlapján ez a webshop. A kisvállalkozás önálló boltot nem tart fent, viszont termékei így is eljutnak az egész országba a vásárlókhoz. Az internetes áruház nemrég indult ugyan, de már így is jelentős forgalmat tudhat maga mögött. Ez nem egyedülálló, 2016-ban az online kiskereskedelem sikeres évet zárt. Ezt mutatja az is, hogy elérte a bűvös éves 1 milliárd eurós értékhatár tavaly az összesített hazai online kiskereskedelmi forgalom. Ezzel a magyar webshopok a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom több mint 5%-át tették ki, derül ki egy internetes kutatásokkal foglalkozó cég felméréséből. Az európai e-kereskedelem továbbra is évi 12% körüli ütemben gyarapodik, míg a magyar szereplők ennél valamivel magasabb, 15-20% közötti átlagos növekedéssel számolhatnak a jövőben. Jelenleg komplett ágazatok kereskedelme költözik fel az internetre. Azért éri meg, mert igazából a webshop elkészítésen kívül, hogyha már meglévő árukészleted van, akkor igazából nem jelent jelentős költséget pluszban egy webáruháznak az elkészítése. Inkább itt is a marketing meg az egyéb reklámköltségek, amikre nagyon oda kell figyelni. Azért érdemes neked webáruházat nyitnod, mert hogyha meglévő terméked van, és van egy meglévő üzleted, akkor ez egy plusz kiegészítés. Tehát igazából új vevőkre találsz. Internetes csomagküldő áruházakat csak egyéni vállalkozók vagy társaságok üzemeltethetnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1700 webshop működik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei is rendszeresen figyelemmel kísérik az internetes áruházak forgalmát és működését. Ezeknek a társaságoknak az ellenőrzése az operatív ellenőrzési területhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy próbavásárlásokat csak úgy tudunk elvégezni, hogyha a teljes szolgáltatást, vagy akár a terméket megvásároljuk, igénybe vesszük. Tehát ilyenkor teljesen lebonyolítjuk magát a szolgáltatás igénybevételét, vagy a próbavásárlást, és a megkapott termék mellett, hogyha nem szerepel számla és nyugta, akkor természetesen a viszonylátolási fegyelem megsértéséért akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatóak. Nem csak a Nemzeti Adó és Vámhivatal előírásait kell figyelni a webshoppal rendelkező eladóknak. A fogyasztóvédelem területén is számos kötelezettséget írnak elő a jogszabályok a kereskedőknek, a megfelelő adatszolgáltatást, a visszaigazolási mechanizmust vagy az általános szerződési feltételeket illetően. Ezek megsértése is több millió forintos bírságot vonhat maga után, legszigorúbb esetben pedig a 2 milliárd forintot is elérheti. A bírságon túl pedig a vállalkozás 2 évre felkerül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fekete listájára is. Az e-kereskedelem nem csak kötelezettségekkel, hanem veszélyekkel is jár. Elsősorban a vásárlók számára, akiktől az adathalászok próbálnak meg különböző módszerekkel személyes és biztonsági adatokat kicsalni. Erre Begella Zoltán hívta fel a figyelmet a 35 perc című műsorban. Az igazságügyi és informatikai szakértő kiemelte, a megbízható webshopok esetén maga a hitelesítés már máshol, egy megfelelő biztonsággal védett oldalon történik. Abban a pillanatban, hogy átkerültünk erre a közbenső oldalra, már ugyanolyan biztonsági protokollokkal hitelesítenek minket, mint hogyha közvetlenül a bankkal állnánk kapcsolatba, és az a webhely és a bank pedig még magasabb szintű kapcsolatban áll egymással. Tehát nyugodtan, tehát nem minden áron, de nyugodtan ezeknek megadhatjuk a bankszámlaszámunkat, és megadhatjuk azokat a kódokat, amiket ő kér. A szakértő szerint adatainkat mindig kellő körültekintéssel adjuk meg. Az adathalászok gyakran az eredeti oldalhoz vagy szöveghez nagyon hasonló tartalmakkal csapják be az embereket. Éppen ezért a szakértő azt javasolja, az ismeretlen személyekkel, feladókkal, hibásan fogalmazott, nem egyértelmű vagy hiányos tartalommal, adatokkal rendelkező levelekkel, honlapokkal mindig legyünk bizalmatlanok és tájékozódjunk a hitelességüket illetően.